Az immáron 167 értéket számláló Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár ikonikus épületeket, alkotókat, természeti kincseket és meg annyi mást foglal magába, melyre méltán lehet büszke az itt élő. Az értékek felkutatására, azok ápolására a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárbizottság hivatott. Rendezvényekkel, kiállításokkal, vetélkedőkkel igyekeznek népszerűsíteni a vármegyei értékeinket. Nagyon sok dologra vissza tudunk gondolni, és azt hiszem, hogy ez a legjobb ebben az értéktáros küldetésben, hogy tényleg annyi minden történik velünk évről évre, amelyen egyrészt mi is meglepődünk, másrészt pedig mi is mindig találkozunk valami újdonsággal, és ez talán az egésznek a lényege, hogy mindig vannak értékek, amelyeket még nem fedeztünk fel magunknak, és mindig vannak értékek, amelyek lehet, hogy adott pillanatban születnek, és aztán utána akár a vármegyei, vagy akár egy település értéktárnak a részévé válhatnak. Mert itt, hogyha értéktárakról beszélünk, akkor nem csak a megyei értéktárról kell beszélnünk, hanem azért itt a települési értéktárak adják azt az alapot, adják azokat a lábokat, amelyre építkezünk, hiszen minden településnek, minden közösségnek vannak kincsei, vannak olyan értékei, vannak olyan csodái, amelyek köré szerveződött az adott közösség évszázadokon keresztül, és ezek az értékek, ezek megalapozták és meghatározták a mi létünket is. És természetesen ott vannak a vármegyei értéktárak, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Az értéktár életében az idei év megkoronázása a december 8-án Kecskeméten megrendezett Hungarikum gála volt, ahol a felső-tiszavidéki beregi keresztszemes hímzés Hungarikum oklevelet kapott. Hogyha vármegyei értéktárról beszélünk, akkor kezdjük mostán egy kicsit a végén. Ugye van egy, nekünk egy szívemhez közel álló Hungarikumunk, a beregi és felső-tiszavidéki keresztszemes hímzés, amelynek a elismerő oklevelét azt most volt szerencsénk átvenni, vagy szerencsém átvenni a Hungarikum gálán, amely Kecskeméten a Katona József Színházban volt megrendezve, és ez egy, úgy gondolom, hogy egy méltó lezárása volt itt az értéktáros évnek is. Bár még van hátra bizottsági ülésünk, de úgy gondolom, hogy ez azért megkoronázta ezt az évet, hogy itt a pandémia utáni időkben most ez az elismerés is átvételre kerülhetett. Az év végére az értéklista 3 értékkel bővült. A Nyíregyházi Városháza épülete, az Újfehértói Református templom és a Sallangos lószerszám.